Domokos László térségünk országgyűlési képviselője és a Békés megyei közgyűlés elnöke Békés Szent Andrásra látogatott, hiszen a nagyközség hívta és látja most önt vendégül, azonban az elmúlt napokban zajlott a megyegyűlés, ahol nagyon fontos ügyek kerültek ismét terítékre, és hát volt olyan, ami igazán nagy vitát váltott ki. Mik voltak, melyek voltak ezek? Hát azért először a falsangulókról szóljunk, hiszen tényleg nagyon szép nyitótáncot mutattak be a nyolcadikosok, és ez most már hagyomány, és azt gondolom, hogy egy közösségnek egy nagyon fontos dolga, amikor ünnepei vannak, ezért is szívesen jövök és segítem az iskolát, amennyire lehet jelenlétemmel, adományokkal is, mint ahogy most is tettem, de valóban hát emellett folyik a munka. A megyegyűlésen azt gondolom, egy szélesen vett ebbe a környéken is alapvető területről, a mezőgazdaságról folyt a közmeghallgatás. Nagyon sok gazda eljött, aki elmondta véleményét, és gyakorlatilag kicsi vagy nagyobb gazdáktól élelmiszerfeldolgozó, vagy csak a mondjuk állatorvoslással foglalkozók is csak panaszt mondhattak, és alapvetően ki lett mondva az, hogy ez egy elhibázott agrár igazgatási helyzetet hozott létre a kormányzat, egy elhibázott európai uniós támogatás politikát, és végül is egy kaotikus gazdasági piaci környezet veszi körül ma a gazdákat, nincs meg kiszámítható piac, nem lehet felkészülni egyik évről a másikra, hosszabb távról már nem is szólva, tehát panasz-panasz háttán mondhatnánk, egy igazi közmeghallgatás volt, ahol nagyon reális képet kaptunk az agrár szakigazgatás vezetőit, Szabó István és Németh úr voltak a hivatalokból, ahol ők is nem tudták cáfolni, hogy bizony nagyon nehéz helyzet alakult ki, egy általános agrárválság bontakozott ki, ahol azzal kellett szembesülni, hogy a megyei önkormányzat is kezdeményezőleg fog fellépni több témában is, amelyben a kormányzatot szembesíti azzal, hogy ez így nem mehet tovább. Nem haladni kell előre, hanem meg kell állni, újra kell gondolni, és teljesen más alapokon kell a családi gazdaságok és a kormányzati erős beavatkozásra van szükség. Tulajdonképpen kiderült az is, hogy a szocialista képviselők egyértelműen azt mondják, hát igen, a piacgazdaság ezt kell elviselni. Mi azt mondjuk, hogy ez egy zsákutcás, egy szocialisták által rosszul értelmezett, valószínűleg ma az könyvéből rosszul tanulták meg, hogy mi a piacgazdaság. Egy sokkal egyértelműbb gyakorlati modellt kell, amit Európában, de még Egyesült Államokban is látunk, hogy egy erős állami kormányzati segítséget kap az élelmiszeripar, mezőgazdaság. Védeni kell a belső piacot, az embereknek a minőségi élelmiszerhez való hozzájutását, garantálni kell egy minimális árat, ami alatt nem lehet, erre találták évszázadok volt az intervenciót, és egyéb más olyan stabilizáló tényezőket, de leginkább talán azt láthatjuk, hogy a gazdák azok egy jó alapanyagot állítanak elő, viszont minden, ami utána van, ami már nem rajtuk múlik, az a mind gond van.